Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalomnak, üzenetnek a témája egy olyan bibliai személy az egy hölgy, akit nem gyakran szoktak elővenni a szószékeken, nem sok prédikációt hallottam én sem róla, viszont a története mégis megragadó, izgalmas, érdekes és nagyon tanulságos. Ő nem más, mint Ábrahám másodrangú felesége Hágár, aki ugye eredetileg az ő feleségének Sárának a szolgálója volt. Az üzenetnek pedig azt a címet adhatnám Hágárral kapcsolatban, hogy látni Istent, aki lát téged. Az 5779. Héber időszámítás szerinti évben vagyunk, amelyből most kiragadnám a 70-est, aminek a betűjele ugye az Ain betű, ami egy szemnek a jelképe eredetileg, ugye így néz ki, és elmondhatjuk azt, hogy ebben a 70-es évtizedben, ebben az Ain évtizedben, az én hitem szerint legalábbis Isten azon dolgozik, hogy az ő népének a látását tágítsa, olyan nézőpontokat, olyan látószögeket adjon, amit esetleg eddig az ő népe, az ő egyháza nem vett figyelembe. De nem csak azt szeretné Isten, hogy mi lássunk, hanem azt is szeretné, hogy tudjuk azt, hogy ő is lát minket, és az ő szeme mindig nyitva van, nem szunnyad, nem pihen, hanem figyel ránk, és észreveszi a mi problémáinkat. Egy ájnbetűs szó a Héberben, az egyik kifejezés az angyalra, ez a figyelő, ami úgy szól Héberről, hogy Aír, héberül Héberről látni a jobb felső sarokban, hogy egy, egy Ain betűvel kezdődő szó. Tehát az angyalok, azaz a figyelők, akiknek az aktivitása az elmúlt időszakban nagyon sok bizonyság szerint megszaporodott, az ő jelenlétük és az ő aktivitásuk egyet jelent azzal, hogy több harcban kell részt vennünk, vagy legalábbis, ha nem akarunk benne részt venni, ha akarunk benne részt venni, benne vagyunk. Harcos időszakot élünk. Az apostolok cselekedete idejében egyébként teljesen természetes volt az angyali aktivitás. Az emberek nem különösebben akadtak fönn azon, hogyha jött hozzájuk egy angyal valamilyen üzenettel. Amikor viszont az egyház elpogányosodott, ezek a jelenések egyre inkább megszűntek, mert az angyalok Isten dicsőségében laknak. Viszont a pénz dicsősége ragyogta be egyre inkább már a templomokat, úgyhogy ezek a lények visszahúzottak. Viszont a mostani helyreállítás idejében újra egyre több angyali meglátogatásról vannak beszámolók, és ez még csak a kezdet. És Hágár azért illik bele ebbe a képbe, amit most elmondtam, mert ő volt az első ember a Bibliában, akiről föl van jegyezve az, hogy találkozott egy angyallal, az úr angyalával. Hágár volt az első személy, akit meglátogatott egy angyal. A Mózes első könyve 12. fejezetben olvassuk azt, hogy Ábrahám és Sára az éjség elől, ami Kánaán sújtotta, Egyiptomba menekült. Ez nem volt egy rövid út, gyakorlatilag onnan Mamré Heliópolisig, valószínűleg ide zarándokolt el, ezért több mint 600 kilométeres útról beszélünk. És ott e, Egyiptomban tesznek szert egy rabszolgalánynak, akinek a neve Hágár, hogy ő lesz innentől fogva sára szolgáló lánya. És abban az időben, ha belegondolunk, hogy hogyan lett valaki rabszolgává, hát két fő módja volt ennek, ugye ez nem a pályaválasztási tanácsadóból lett kiszemezve, hanem valószínűleg szegény, vagy egy harc utáni zsákmányként lett eladva, és talán még a családját is részben vagy egészben megölték, a nem kevésbé szép verzió az, hogy a családja eladósodott, és azért adta előt rabszolgának, hogy legyen miből élniük. Akárhogy is, Hágának el elég kemény élete lehetett. Ugye tudjuk, hogy Ábrahámnak Isten megígérte azt, hogy gyermeke lesz, fiú gyermeke lesz, utódja lesz, és ennek az édesanyja sára lesz. Azonban hát telik, múlik az idő a Biblia folyásában, és nem igazán akar realizálódni ez az ígéret, úgyhogy sárának támad egy kitűnő ötlete, ezt persze idézőjelbe tehetjük. Mivel Isten gyermeket ígért Ábrahámnak, tíz év várakozás után Sára úgy döntött, hogy hát akkor a kezébe veszi most már az ügyet. Nem tudom, hogy ismerőse ez a helyzet a számodra. Lehet, hogy te is volt, hogy már döntöttél úgy, hogy szép-szép Isten ígérete, de úgy tűnik, hogy most már neked kell a kezedbe venned az ügy megoldását, hiszen Isten már évek óta hallgat. Úgyhogy az a kitűnő ötletet támadt Sárának, hogy felajánlott a hágárt, az ő szolgálóját, a férjének, mint egy ágyast, mint egy másodrangú feleséget, hogy aztán az ő gyermekét ő adoptálhassa. Hadd szögezzem le, meggyőződésem, hogy soha nem volt Isten terve ez, hogy valaki másnak a gyerekét adoptálja, egy rabszolgáit, akinek nem volt joga a saját gyermekéhez. De sajnos akkor ez volt a szokás. Ettől hágárnak, hogy hát ugye Ábrahám gyermeket nemzett neki, és szült egy fiat. Neki nem lett több személyiségi joga, ugyanúgy rabszolga maradt, sőt, a döbbenetes az, hogy a saját gyermekéhez sem volt így joga. A szokások szerint egyébként akármennyit is szült volna, jogilag azok bizony mind sára gyermekei, gyermekei közé lettek volna számolva. Hát Ábrahám, aki abban az időben már Hebronban lakott, gyermeket is nemzett hágárnak, aki viszont ezután már lenézte az ő meddő úrnőjét. Sára viszont kontrázott, kegyetlenül kezdett vele bánni. Na ekkor volt az a pont, hogy hágár elmenekült, és talán haza próbált jutni Egyiptomba, azt írja az írás, hogy súr felé ment. Ez azt jelenti, hogy azt az előbb említett utat, ő is megpróbálta megtenni Hebronból Heliopolisig, ahol őt megvették ábrahámék rabszolgának. Ö, képzeljük el, hogy egy menekült rabszolganő, aki pár hónapos terhes, minden nélkül nekifut egy 650 km-es útnak a sivatagon át, hát azért nem kis atrocitásokon mehetett. Tehát Hágár nagyon veszélyes és reménytelen helyzetbe került, a bérsebai pusztában viszont Isten nem hagyta magára. Itt van az a pont, hogy küldött egy angyalt, ez a térképen, ha itt nézzük, körülbelül ezen a ponton történt, tehát azért egy elég rendes kis utat megtett már Hágár terhesen át a sivatagon keresztül. Az úrangyala úgy írja az írás, hogy rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a súrba vezető út mentén van, és ezt mondta. Hágár, száraj szolgálója, honnan jössz és hová még? Ő így felelt. Úrnőm elő, száraj elő, futok. Azt mondta neki az úrangyala erre, térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte. És ez az az élmény, ami gyakorlatilag Hágárban egy fordulatot hozott, egy nagyon komoly fordulatot hozott, azzal, hogy találkozott ezzel az angyallal, az úrangyalával, az a meggyőződése Akad, hogy őt látja Isten. És Isten a látásnak az Istene, és nem csak, hogy Isten a látás Istene, hanem egy olyan fantasztikus dologban volt része, hogy ő is láthatta Istent, aki őt látja. Ezért nevezte ő el ezt a kutat, ezt a területet úgy, hogy Lahai Roy, ami gyakorlatilag ezt jelenti, hogy a látás Istene, és láttam azt, aki engem látott. Hágár már valószínűleg Ábrahám révén eddig is hallott az igaz Istenről nem keveset, de most már nem csak tudott Istenről, nem csak információi voltak róla, hanem meg is tapasztalta az ő valóságát, és megértette, hogy Isten tényleg gondot visel róla. Mint mondottam, tehát el is nevezte ezt a kutat, ahol az angyal rátalált, Lájói kútnak, ami azt jelenti, hogy annak a kutya, aki lát engem, és gondoskodik róla. Tehát Istennek van egy jó terve. Istennek nem az volt a terve, hogy Hágár rabszolga legyen, és aztán örökre Sára rabszolgája maradjon. Később egyébként szabadulásának el is jött az ideje, viszont az nem most volt. Tudod, az elhívásunk betöltésének egyik kulcsa, és egyben a bukásnak vagy sikertelenségnek is az oka, hogy Isten időzite, időzítése szerint cselekedünk-e, vagy nem. Ellenkező esetben, ha nem Isten időzítése szerint cselekedünk, hiába cselekszünk jó dolgot, de nem a jó időben, nem a megfelelő időben, akkor elszalaszthatunk egy lehetőséget. Szóval nem elég a megfelelő dolgot tenni, azt a megfelelő időben kell tenni. És Isten itt egy ígéretet is adott az angyalon keresztül Hágárnak, hogy növelje az ő hitét. Azt mondta neki, hogy megszámlálhatatlan utóda lesz neki is. Úgyhogy ha Isten ad neked, vagy adott neked egy ígéretet, és te azon elmélkedsz, akkor összpontosítasz rá újra és újra, az növelni fogja a hitedet. Látod, nagyon fontos, hogy a hit az nem jön létre anélkül, hogy Isten ne szólna. Isten szava kell a hithez. Ki kell, hogy Isten mondjon valamit. A bibliai értelembe vett hit is egyedül abból fakadhat, hogyha a Bibliát olvasva azok a szavak megelemenednek a számodra, azok az ígéretek élővé lesznek a számodra, amit a Biblia lapjain olvasol, és így, mint egy kijelentés, görög szóval mondva réma, által keletkezik a szívedben egy hit. Mert a hit az a hallásból van, a hallás pedig az Isten beszédének, az Isten kijelentett beszédének a rémájának a meghallása által. Tehát nagyon fontos, itt nem volt bibliája Hágárnak, hanem az úr személyesen szólt hozzá, de ez egy elengedhetetlen dolog volt ahhoz, hogy ő hitre jusson, hogy hite legyen abban, hogy valami változni fog. Isten még tovább ment egyébként, mert hogy nem csak Hágárnak, hanem az ő fiára nézve is adott egy ígéretet, és azt is konkrétan elmondta, hogy nevezze majd úgy az ő fiát, hogy Izmael, ami azt jelenti, hogy Isten meghallgat. De jó, tehát Isten nem csak lát, nem csak törődik veled, hanem meg is hallgat, hogyha hozzáfordulsz. Most ezen az átélésen keresztül Hágár a hitnek egy magasabb szintjére tudott lépni, és így már kész volt engedelmeskedni az úrnak. Hitből tért vissza az ő uraihoz, a haláltorkából, és végül aztán életet adott Izmaelnek. És hát gondolhatjátok, hogy azért sokkal, hogy mondjam, vidámabb sorsa Sára mellett azért nem valószínű, hogy lett. A következő 16 évben alávetett szolgálója maradt sárának, sértéseknek és bántásnak kitéve, és a fia úgy nőtt fel a saját szemei előtt, hogy jogilag nem volt az övé. Azért ez nagyon kemény lehetett egy édesanyai szívnek. Ugyanakkor, és ez tény, Izmael nem az az örökös volt, akit Isten ígért Ábrahámnak. Épp ezért a rendelt időben Isten ígéretéhez híven megszületett Izsák. Amikor anyától már el lehetett választani, erről a Mózes első könyve 21. fejezetben olvashatunk, akkor Ábrahám rendezett egy nagy ünnepséget, ahol viszont történt valami affér. Sára meglátta, hogy az akkor már 16 éves Izmael valamilyen okból gúnytűzi és erre Sára, mint az anyatigris, felbőszült, és Ábrahámmal rögtön el akarta kergetetni Izmaelt az anyjával együtt, ami természetesen Ábrahámot nagyon elszomorította, hiszen azért 16 évig Hágára másodfelesége volt, Izmael pedig akárhogy is számoljuk, a saját nemzése, a saját fia volt, és ő szerette mindkettejüket. Isten viszont többször megerősítette Ábrahámnak tett ígéretét, hogy ne csüggedjen el. Még ezelőtt a történet előtt, ugye a 17. fejezet táján olvashatjuk, hogy egy ilyen alkalommal Ábrahám azt kérte konkrétan Istentől, hogy inkább izmaját oltalmazza, és ne erőlködjön ezen az új gyereken, hiszen voltak éppen Sára ötlete bejött, ugye? De Isten akkor is azt erősítette meg, hogy nem ő azt mondta, hogy Sára saját fia lesz Ábrahám örököse, tehát ennek így kell lennie. Azért, mert Sára jónak tűnő és egyébként működőképes ötlete nem változtatta meg Istennek a tervét. Úgyhogy Isten megnyugtatta Ábrahámot, hogy most az egyszer, vagy ki tudja hanyatszor, hallgasson Sárára, de mivel Izmael is az utódja, ezért ne aggódjon érte, ő majd gondoskodni fog róla viszont akkor sem Izmael lesz az ő örököse. Isten terve és ígérete azonban még mindig megáll, amit Hágárnak tett. Úgyhogy egy nagyon fantasztikus dolog történt itt, ha jobban belegondolunk. Ugyanis Hágár voltak éppen útra valóul megkapja Ábrahámtól a szabadságát. Innentől kezdve ő többé nem rabszolga. Aztán kap ellátmányt, kenyeret és vizet, ami hát persze egy túl hosszú útra nem elég, viszont talán az anyai szívének legfontosabb dolog, amit még megkap a fiát Izmaelt. Tehát innentől kezdve az Izmael nem a sára fia, hanem végre az övé. Nem tudom, hogy ez így ezen így gondolkodtatok-e, hogy ebben az elkergetésben voltak éppen micsoda ajándékok és előnyök is voltak. De természetesen van itt egy rossz hír is, az pedig az, hogy hát megint csak a sivatagnak kellett nekivágni. És ugye, ha elolvassuk a történetet, azt látjuk, hogy bizony hamar elfogyott a kenyerük, elfogyott a vízük, és hát ott találták magukat a pusztában úgy, hogy hamarosan éjhalán lesz, szomrhalán lesz a vége. Hágár nem is bírta nézni, ahogy a fia, mondhatjuk úgy, haldoklik, úgyhogy ő odébb ment, és ott fohászkodott Istenhez talán, hogy ne hagyja őket cserben, de a fia halálát minden esetre nem szerette volna látni. Ekkor ismét megjelent neki az angyal, és rámutatott, hogy, hogy megint szólt hozzá. És ahogy szólt hozzá, a hitnek a szemei valahogy engedték, hogy meglássa azt, amit eddig a fizikai szemei nem vettek észre, hogy van ott egy forrás, van ott egy kút, és ez valószínűséggel ugyanaz a kút volt, ahol először menekülése során elkerült Hágár. Úgyhogy megitatta az ő fiát, tudott meríteni a forrásból, és így mind a ketten túlélték nem csak hogy túlélték, ott azon a környéken le is telepettek, és aztán Hágár, amikor fiam nagyobb lett Egyiptomból szerzett neki feleséget, és ők gyakorlatilag ott éltek ezután az ő fiával. Főüzenet. Láss! Isten szeretné, hogy láss. Néha, amire szükséged van, ott van előtted, ahogy itt az utóbbi esetben hágár előtt is ott volt a víz, de nem vette észre. Mert nem volt megnyilva a szemed. Tudod, neked is van talán néha így, hogy, hogy ott van előtted, amire szükséged van, de nincs megnyilva a szemed, hogy lásd meg. Viszont amikor Isten szól hozzád, és jön a réma, jön a kijelentés, akkor hit jön létre a szívedben, és akkor meg fog nyílni a szemed, hogy lásd azt, amire szükséged van. Ez volt tehát az első angyali jelenés. És tudod, az a döbbenetes benne, hogy hágár a világ szemében senki volt. Egy rabszolga. Ott se kellett volna lennie a történetben. Igazából Sára hitetlensége miatt került be a képe. De Isten látta az önyomorúságát és könyörületre indult Hágár felé. Sőt, lehet, hogy van még egy fejezet Hágár történetében. Az 1. Mózes 25.1-ben ugyanis azt olvassuk, hogy Sára halála után Ábrahám elvette egy asszonyt, akinek Ketúrá volt a neve. Sok teológus egyetért abban, hogy ez az asszony valószínűleg Hágár lehetett. Úgyhogy lehet, hogy nem ez a történet vége. A 23. fejezetben látjuk, ugye, hogy sára meghal Hebronban. A 24. fejezetben pedig Ábrahám elküldi az ő szolgáját, hogy feleséget szerezzen Izsáknak az ő fiának az ő rokonsága közül. És mire a szolga visszajön Rebekával, akkor Izsák azt olvassuk, hogy épp a Lahairói kútól tér vissza. Aztán a 25. fejezetben pedig azt olvassuk, hogy Ábrahám elveszi ezt a Ketúrá nevű hölgyet. A hágár neve azt jelenti, hogy menekülés, vándorlás, idegen, egy családon kívüli ember. Ketúrá viszont azt jelenti, hogy tömjén illatba burkolt, jó illatú. Úgyhogy, hát erre azért ne építsünk üdvösség teológiát, de egy nagyon érdekes és izgalmas feltevés, és akár egy valószínűsíthető forgatókönyv, hogy, hogy Isten ilyen módon is rehabilitálta Hágárt, hogy később, amikor már Ábrahám felszabadult, mert a első felesége elhunyt, akkor Izsák, az ő fia, aki talán tudott erről a történetről, elment és felkereste a Lahairoi kútnál az ő féltestvérét, Izmaelt, és, és ketúrás szívére beszélt, hogy Ábrahám nyitott lenne arra, hogy folytassa vele azt, ami sok-sok évvel ezelőtt megszakadt. Nos, hogy így volt-e, nem tudhatjuk biztosan. De egyet igen, Istennek jó terve volt Hágárral, és ezt ki is mondta. A szeme rajta volt. Látta őt, látta a nyomorúságát, és angyalt küldött, hogy belevezesse, és megtartsa az ő elhívásába. Ha ezt Isten megtette Hágárral, a kívülállóval, a menekülővel, a rabszolgával, akkor hogy ne tenné meg veled, akiért a saját életét adta? Pláne, ha már újjá is születtél, és a saját gyermeke vagy. Úgyhogy ezzel a mondattal szeretném összefoglalni azt, amiről eddig szó volt, hogy tudd, Isten szeme rajtad van, úgyhogy ne aggódj, fog hozzád szólni, hitre fogsz jutni, meg fog nyílni a szemed, és be fogod tölteni a te küldetésedet. Hát kívánom, hogy így legyen, Isten áldjon téged.